További kérdéskör, hogy kik lehetnek még védettek, és beletartozik-e a védetti körbe a gárda, a bőrfejűek, skinheadek. A törvényszéknek az az álláspontja, itt ugye fel lehet hívni már egy szintén kúria által meghozott határozatot, ahol a BFV római 387/2011-es számú határozatban a kúria aként foglalt állást, hogy a gárda, a feloszlatott gárda tagság az nem élvezhet fokozott büntetőjogi védelmet. Kérdés, hogy a skinheadek, bőrfejűek milyen megítélés alá tartozhatnak. A törvényszéknek az az álláspontja, főleg a 90-es évek közepén kialakult ítélkezési gyakorlatot figyelembe véve, ahol éppen a cigányok, külföldi állampolgárok, elsősorban fekete bőrszínű állampolgárok ellen elkövetett cselekmények kapcsán több jogesetben is kidolgozásra került, hogy az ilyen a társadalom által elfogadott nézetrendszerekkel szembeszegülő csoportok, azok nem élvezhetnek, tehát olyan megítélés alá kell, hogy essenek, ahol a büntetőjogi védelem az éppen aktuális szabályozás szempontjából, például az általuk elkövetett cselekményeknél nem alapeseti cselekményeket, hanem aljas indokból elkövetett cselekményeket állapított meg, lévén akkor még nem a joganyag nem tartalmazott olyan tényállást, ami adott esetben szóba jöhetett volna itt is a közösség tagja elleni erőszak címén. Ebből kiindulva a törvényszék arra az álláspontra helyezkedett, hogy az ilyen szélsőséges nézeteket való, az általános társadalmi, erkölcsi és jogi szabályokkal szembe helyezkedő csoportokat sem illeti meg egyébként a fokozott büntetőjogi védelem, ami itt ebben az esetben azt jelenteni, hogy ha megilletné, akkor a tényállás alapján meg lehetne állapítani a közösség tagja elleni erőszakot, de a törvényszéknek ez az álláspontja, hogy nem illeti meg. Az a fajta fokozott védelem, ami egy ilyen plusz minősítést tartalmazó plusz fokozott büntetőjogi védelmet jelentett volna.